A járványügyi helyzet ellenére Hertelendi falván szép számú közönség fogadta Lukácsi Katalin előadását. Erős Róbert már 3 évtizede külföldön él, egy véletlen beszélgetés során szerzett tudomást a műsorról. Köszönettel vagyok a művésznő előtt, aki olyan messziről megtiszteltetett minket, hogy eljön a mi vidékünkre, és hogy egy ilyen gyönyörű műsorral megemlékeztünk Trianonról, és hát remélem, hogy több ilyen találkozó fog létrejönni. A Trianon 100 tematikus műsor a Magyar Kormány, a Nemzeti Kulturális Alap és a Kárpát-medencei Magyarok Kulturális Egyesülete védnöksége alatt valósult meg. Nekünk az a hitvallásunk, hogy tagozatokba dolgozunk, és volt egy színművész tagozatunk már korábban is, és oda került egyszer csak a Lukácsi Katalin is, és belépett ebbe a tagozatba, ott dolgozott, és hát most már 3 éve itt van velünk. Lukácsi Katalin színművésznő verseket, megzenésített verseket és népdalokat adott elő a nemzetről és az összetartozásról. Az est vendége volt Fülöp József, a művész párja is. A rendezvény végén alkalom nyílt az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről való közös megemlékezésre is. Ez a Trianon 100 pályázat nyertes műsora a pandémia miatt, most már ugye Trianon 101 van, és arra kaptunk támogatást az MMI-től, NK-tól és a Kárpát-medencei Kulturális Egyesülettől, hogy Trianonról szóló műsort csinálhatunk az elszakított területeken is. És ez egy hát mondjam azt, hogy küldetés, a nagy szó, de hogy mekkora öröm, mekkora megtiszteltetés, hogy el tudunk jönni Hertelendi falvára, vagy a Gyímesekbe, vagy Kézdi vásárhelyre. A vendégszereplés másnapján az előadást a Kevevárai Keve Magyar Művelődési Egyesület tagjai is megnézhették.